Szerintem a lölő tudja, hogy hogy működik a rekárosz. Nem, túloldal. Ja, a lágot tudom, ja, amúgy. Tudja. Még a gazdának, gazdának is. Gyere, papa, nyugodtan. Hello. Good morning. Patrick. Szólj, meddig? Jöhetsz még. Jó, így jó. Patrik el van kényeztetve. Azt megmondom amúgy. Nagyon durván. Ez mi a f***omat akar, hogy b***szalak meg. Na, a szállatos rászad elkem polackányomnak, és elérkeztünk a legjobb videómhoz. Szerintem most ez volt az eddigi leggyorsabb, hogy el tudtam mondani. Hogy el? Nagyon hamar, egy nap alatt elrobbant az összes pulcsi. Number one. Az első. Ki lecsúszott róla, az ne legyen szomorú, ugyanis szerintem jövő héten érkezik az utánpótlás. Úgyhogy mindenki hozzá tud majd jutni. Elhívott tegnap a Patrik, és mondta, hogy ma nagyon jó idő lesz, elvileg 12 fok napsütést mond, és mivel ezer éve nem volt már a csatornán BMX-es tartalom, ezért úgy döntöttünk, hogy elmegyünk valahol nyomni egy sessiont. Eddig úgy néz ki, hogy Dabasra megyünk. De még nem biztos. Hát vagy oda is, oda is. Mert hova akarsz még, ember? Ha! Patrik Miskolcot mondott tegnap. Biztos, hogy ott nem. Megjárkálunk, ha van valami útközben. Megállunk pár helyen. Igen? Aha. Ez nekem még új. Tesó, ez nem annyit teszik ám, hogy csak úgy járkáljunk. Azért majd kitaláljuk, hogy hova megyünk, mert ez észszel azért. Na, úgyhogy ez lesz a mai videóban. Na, csak előtte még meg kell tankolni az autót. Nem tudom, hogy ő mit csinál egyébként. Szerinted meddig tart még? 3 perc. Ja, nem előbb is ezt mondtad. Hát tényleg? Nos, rászok, Dabasra fogunk menni. Dabas. Jó, Dabas. Dabas lesz. Jó lesz. Jó lesz. Nem voltam még úgyse soha. Hoztam védőt minden. Hoztam védőt. Aha. Én is hoztam védőt. Úgyhogy jó és lesz. És körülbelül fél éve nem BMX-eztem amúgy. Mind, hogy így rendesen. Úgyhogy jó. Kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Jó lesz szerintem. Jó lesz. Biztos jó lesz. Ja, jó idő van. Remélem, hogy fel van száradva és nem fúj a szél, és akkor amúgy rossz nem lehet. Mindig itt az egyesen szoktam tankolni, és kajak nem értem, már majdnem négyen jöttek belém az elmúlt 3 percben. Mondjuk jó, lehet egy kicsit kint állok. Hát egy kicsit. Pedig aztán minden nap ide jársz. Hát ide azért járok. Bedobom, ez jó nap lesz. Na, faszom. Jó. Jó. Jól indul. Jó. Elsőre, ezt meg lehet úgy vágni, hogy elsőre. De ja. Nem lesz ugye. Nem, amúgy egyre jobb idő van, és még csak 10 nagyon óra élem. Van. Jó a pulcsit, hol vettem? Köspan! Ah, de menő pulcsid van. Ó. Oh. Most rendeltem. 5000-ből tele van? Ja, biztos fix 5000-ből. 5000-ből itt pont meg tudnánk küldeni a Szent István, vagy melyik utca ez. Pont egy 20-as, pont így gondoltam én. Ú, ott csöpögött ám, bepozoroljál. Inkább a vérem, mint a 100-as, inkább a vérem, mint a 100-as. Patrik Bombayt hoztál? Nem, nincs az Isten. Tegnap után még azért fáradt vagyok. Ennyi, hogy még egy csomagot ki kell dobnunk egy srácnak. Az utolsó 2 pulcsi az övé lesz. Azokat bedobjuk, aztán indulhatunk. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. You and I, we got history, yeah. Go look in the mirror, say hey, I'm sorry. Mennék, ezt kirabolnám az egész kamiont vágod. Amúgy most rögt, mennyi pénzet csinálhatnál csokiból? Végtelen, de nem oh, adnék de el, csak enném, jó, én enném, meg minden pulcsi mellé ajándék nélkül. Bal kézzel. Még jó, hogy nem kapta meg a bátyja. Már rakok neki szemgodrot is. Igen, is itt egy kis test. Nézd, Patrik, lerajzoltalak. Már még egy kis skótart is rajzolok mellé. Meg ide egy csigát. Jó. Amúgy sima út volt egyébként, nem voltam jó, úgy vészes. Nem mondom, hogy nem evett sokat a kocsi, mert akkor hazudnék, de hát ugye ez amúgy látszik is. Egyébként... Figyelj, amúgy most baszó a hangja. Ilyenkor, amikor pályán lövöm neki órákat, csak most itt sok a kisgyerek, de eldurrattam a szemét. El? Jó. Hát megmutatom azért. Mutasd meg. Jó! 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 Yeah! Na, hadd szöltes. Tudod, mert ilyenkor bemelegszik,
minden. Kokom. Most jó hangja van, kicsit meg vissza kell hűteni. De amúgy ilyenkor komoly. Na, úgyhogy körülbelül nem ültem BMX-en, szerintem fél éve. Úgyhogy nem tudom milyen lesz ez a nap. De amúgy egész jól be tudtam műteni a golfba a bicómat. Úgyhogy... És még kényelmes is volt hátul. Amúgy otthon kényelmes volt. Ó, én is vagyok. Jó, Patrik! Ez a golf volt? Hello, Patrick, hello! Patrick meg mindig csak integet. Az a nagy ív, az nagyon komoly. Gyerekek, nem tudunk úgy eljutni valahova, hogy ne legyen vagy csuromvíz, vagy csurom jég. De lehet, hogy nem januárba kéne járkálni. De Patrick... Szörnyen élvezik. Amúgy... Yeah, boy! Amúgy egyébként a félcső fullos. Patrik, a félcső jó amúgy. Az jól látszik. Ja, úgyhogy az ki van száradva, hogy azért tudunk valamit gurigázni. Szotyízni, nem? Ja, mondjuk engem a nagy ív érdekel a legjobban, az a legmenőbb. Kért 5 forintot a lőtt, hogy megcsinálj vele a rollerét. Készlet fogta és eldobta. Azt keresi. Jó fel, gyerek vagy, Patrik. Gyere, lőle egy-két szotty. Fudzse meg, jó? Jó. Gyere pacsizni. Gyere, rak. Jó, tesó. Hova megy a Patrik? Seprűt akar szerezni. Yeah, nyomj a csupon. Nagyon veszélyes. És fütyű. Látom! Veri a cigit és fütyülget a tanároknak, biztos is fognak neki adni seprűt. Fú, nem tudtam, hogy mi hiányzott, de nagyon hiányzott a BMX-ezés, ezt halál komolyan mondom. Lenne egy ilyen pályengörbe, szétraknám. Így nem, de akkor igen. A rollerodat kented be? Ja. Ezt így szokták? Én így szoktam. Mindig tanulunk valami újat. Gyere, Patrik, csúszd végig ezt a felét! Jó lesz. Ja. De! Bazeg, még a nagy látószög is se fér bele, akkor átnyom. Fúj! Yeah, boy! Bam! Vágod a Harry Potter-es tetkóhoz instant meg. Ezt a söprűt tisztet. Amúgy nem rossz ez a söprű, Patrik! Hallod? Fullosan viszi! Bam! Figyeld! Ha-ha! Messi! Nyomjad, Messi! Paul Scholes, nem nagy név! Nem nagy név! Jó! Ha-ha! Tetszett neked, Patrik? Én nekem jó. Jó volt. Egyébként nagyon fullos nap volt, csak vizes volt a pályának pont az a része, amiért jöttünk, a nagy negyed ív, meg a funbox, meg a spine, de egy kicsit legalább szotyiztunk. És hogy Patrik, jövő héten hova megyünk? Mondjátok meg ti. Ez biztos egy jó deal lenne. Patrik, hogy még mindig itt vagyok. A kis rolleres. Na, úgyhogy most megrúgjuk hazafele, aztán majd meglátjuk.
Na cső! Jó, bezártam. Pillanat, már nem tudtam befejezni a videót, mert eléggé elfáradtam, és a kamerám is lemerült. Általában soha nem szoktam úgy elrakni a kocsimat ilyen nagyobb utak után, hogy koszossan. Tegnap kivétel. Tehát annyi, hogy ha lemaradtál a Rich Ganges pulcsikról, ne szomorkodj, mert jövő héten, azaz... Hányadikán? Egy perc. Moments later. Szóval jövő hét kedden, azaz 26-án, ha minden igaz, már újra kaphatóak lesznek. Nálam az Instagramon tudsz privát üzenetbe érdeklődni, ide lerakom az Instagramomat. Hogyha meg nem követsz, de szeretnél, akkor mindenképp durraktasd szét a követés gombot, és találkozunk egy következő videómba. Peace.